Ezt a hat bikát mérgezték meg ismeretlenek hétfőn hajnalban Bátán. A felvételeket a tenyésztő készítette. A mérgezéssel az elkövetők 2 millió forintos kárt okoztak az állományban. Ráadásul a hat elpusztult tetem elszállítása is még több mint 500 000 forintba került. 198 per 8-as. Egy tenyészállat még most is küzd az életben maradásért. A tulajdonos azt mondja, ez az egy még azért nem pusztult el, mert később evett a mérgezett darából. Az este adtam nekik, az nem evett, ez evett, az nem evett. Berényi József azt is mondta, hogy nem szeretne gyanúsítani, de sejti, hogy kikeverhetett mérget a takarmányba. Az ügyben a szekszárdi rendőrkapitányság állatkínzás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mint arról korábbi híradónkban beszámoltunk, július elején valaki mérget kevert a bátai Berényi József bikáinak a takarmányába. A 9 állatból 6 azonnal, egy pedig hétfőn pusztult el. Tegnap volt 3 hete. Ennyit szenvedett az utolsó bika, amelyik evett a takarmányból. Az állat élettelenül fekszik az istállóban, hasa felpuffadt, a több heti fekvéstől pedig kelések vannak a bőrén. A bika 3 hét alatt 710 kilóról 500 kilóra fogyott le. Berényi József azt mondta, van elképzelése arról, hogy ki, esetleg kik mérgezték meg állatait, de egyelőre nem nevezett meg senkit. Annyit azonban elárult, hogy mit kevertek az állatok takarmányába. Ez valami nagyon erős, valami TC10-es állítólag 6 éve kivonták a forgalomból. A TC10-es talajfertőtlenítőszerrel összekevert darából még most is van néhány vödörrel. Berényi József azt mutatja, hogy a mérgezett állateledelbe például még az egerek sem ettek bele, míg a másikba igen. Nem sokkal később megérkezett az a munkagép is, amivel az 500 kilós állatot húzták ki az istállóból. A hetedik bika pusztulásával a gazdakára meghaladja a 3 millió forintot, de ez az összeg még emelkedhet, hiszen ha az 50 mázsa 500 000 forint értékű takarmány kukoricába is mérget kevertek, akkor azt is el kell égettetni. Az üggyel kapcsolatban kerestük az illetékes szekszárdi rendőrkapitányságot is, a sajtószóvivő szabadságon volt, így a nyomozás állásáról információt nem kaptunk. Berényi József Törökországba adta volna el bikáit, ehelyett ezt a jószágot is a solti állattetem megsemmisítőbe vitték.